megérkeztünk. Na nézzük, mennyi a napi jegy. 5 euró. Na jó van. Na fiúk, lányok, egy újabb videóval jelentkezem. Most eljöttünk az én egyik kedvenc helyemre. Én már többször jártam itt. Párom, meg a Doton kirándulunk egyet. Úgyhogy Butters-től nem messze található Blombergbe jöttünk el. Itt elég sok szórakozási lehetőség van, főleg hát ilyenkor nyáron ugye lehet túrázni. Föl lehet menni libegővel, vagy lehet itt, nem is tudom mi ez, nyári bob. Van itt ilyen bobpálya. Na, a terv az, nem tudom mennyire látjátok, itt vagyunk most lent. Hogy itt felszállunk szépen a libegőre, aztán fölmegyünk ide a csúcsra, ami nevezetesen itt 1236 méter. Also ich möchte zwei Erwachsene hin und zurück. Berg- und Talfahrt mit der Seilbahn. Ja, genau. Ja. Richtig. Na gyere, drágám, mert bele kell huppanni. Hello, this is it. Ja. Wenn er da ist, einfach reinfahren lassen, von oben den Bügel zu ziehen. Schönen Tag euch. Dankeschön. Echt was? Csak le kell húzni ezt a szart, oda ráteszed a lábad, vigyázz, az kész is. Hú, gyerekek, hát innen szuper, már most a kilátás, pedig még alig jöttünk pár métert. De miért libegünk ennyire? Mert ez libegő, benne is van a nevébe. Kedvesen. Libegő, amivel libeg főfele. Na, sikert kiugrani. Dankeschön! Na, ezt most már tudjuk, 6 órakor jön az utolsó vissza, lefele. Akkor mehetünk. Akkor van időn bőven. Jaj, de jó pofa lett. Na, ide érkeztünk egy kilátóhoz. Hát akarszal lehet ülni egy kicsit megpihenni. Hát... Az tény, hogy még nagyon az elején vagyunk. Még szinte semmit nem mentünk, de nem baj. Nézzétek, milyen a kilátás. Az ott lent, az a település, ugye Butters. Hogy a libegőtől jövünk lefele, hát a kilátás az valami csodálatos. Meg vannak ilyen különböző gyerekjátékok itt az út mentén. De hát mondjuk túrázni mindig is érdemes családdal, meg gyerekekkel, az egy óriási jó kis kikapcsolódás. Elvileg ugye egy téren azért sokkal nagyobb forgalom szokott lenni. Igazából, hát ez itt pont a hegyi mentőknek az állomása. De hát most ugye kevés az ember, úgyhogy így nincsen. Ez pont itt innen indul a hegyi mentők mellől a leghosszabb szánkópálya lefele. De hát ugye ez is csak télen. De hát ezt jó tudni annak, aki télen esetleg erre akar jönni. Na, pontosan innen indul. Hát ki is van írva, látod, Hauptrodelbahn. Na, mindjárt megnézem, mert én 5 kilométerre emlékszem, de aztán nehogy az lenne, hogy valami fals információt mondok nektek. Hát, még több is, 5,5 kilométer hosszú.
Itt egy étterem. Párom igencsak megéhezett. De nagyon úgy néz ki, hogy nem is lesz nyitva. Minden le van engedve. Hát kevés most itt fönt a turista. Nagyon nem is érné meg nekik nyitva lenni. De azért csak megnézzük. Ez egy hatalmas sörkert, meg étterem. Hát drágámtól mi itt a probléma? Hogy a hétfő az szünnap. Ez a mi szerencsénk. Mi a hétfőben mindig ráfázunk. Kellett nekünk hétfőn jönni oda Ruhetag. Úgyhogy tényleg nincs nyitva. Hát ugyanaz étterem nincsen nyitva, de azért találtunk itt egy ilyen zsebedínunk, tehát ilyen önkiszolgáló. Tehát azért nem maradt éhen szomjan az, aki... Hát de éhen marad. Sört lehet venni, mint ahogy láthatjátok is itt. De várjál már, várjátok már, beszélek hülyeségeket, hallod, ilyen porleveseket lehet kapni. Van csirkeleves, ez mit tudom én, valami marhaleves, paradicsomleves. Levest azt lehet kapni, meg gombaleves is van, meg zöldségleves is van. De hát ez mind ilyen automatás, úgyhogy pff, szerintem. Hát én nem fogok ilyet inni, kávé az antemétel mennyiségbe, sör, üdítő, energiaital, minden van. Víz. A lényeg, hogy hétfőn megyeltek. Hey kid! Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my... Kaland Park, a gyerekek kedvenc. Remélhetőleg kedvenc helye lenne szerintem. Lehet mászni a fák között, Tarzannak képzelni magad, vagy akár Jane-nek. Ki minek gondolja magát. Itten. Hát ezt a kölyköt biztos élveznék. De ott végig arra hátul is jött el lehet menni, tehát itt az egész... Odas nézd meg, itt végig az egész be van építve teljesen. Úgyhogy ez nem tudom, hogy milyen hosszú, meg hány pálya szakaszból áll, de elég nagy. Ahogy látom, azért van egy-két kihívás itt a kisgyerekeknek is. Próbálok ráközelíteni, nem tudom, hogy hát ennyire jobban nem megy. De a gyerekek azt élvezik, ezt tuti biztos. És nem mondanám, hogy olyan alacsonyan megy, azért minimum olyan 5-6. De van, ahol akár 10 méter magasan is kell bóklászni itt a fák között. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Hát közben majdnem visszatértünk a kiinduló ponthoz. Visszajöttünk ide a kilátóhoz, kellemesen elfáradtunk. Most már meg is éheztünk. Úgyhogy rövidesen ennek a túrának itt véget vetünk, úgyhogy megyünk vissza lefele, azt keresünk valami kajádát, ahol meg lehet kajálni. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Ha itt jártok a környéken, akkor azért ne felejtsetek el egy kicsit bejönni Battőz belvárosába. Ez csodálatosan szép. Túl sok mindent nem tudok róla, mert nem készültem semmiféle információval Battőz történelméről. De így legalább videón keresztül megmutatom nektek, milyen szép. Hát úgy látszik, mi most kifogtuk, mert valami komplett felújítás van itt a óváros utca részén, de ennek ellenére épületek még mindig tökéletesen láthatóak és gyönyörűek, színesek, nagyon-nagyon régiek. Érdemes itt végig sétálni. Hát igen, ez valószínűleg valami régi gyógyszertár épület. Nem tudom, mikor épülhetett. Nincs rá kiírva, úgyhogy fogalmam nincsen.
Azt nézd meg, milyen szép ez az épület is. Csodálatos, ezt nézzétek meg. Hát itt van a Városi Múzeum, meg a Bürger Garten. Az végül is magyarra fordítva polgárkert, polgári kert, vagy valami ilyesmi. Itt meg szép utcai zenék, lehet hallgatni hárfát. Egy kicsit adjuk át magunkat a zenének. Mi még sétálunk egyet itten a gyönyörű szép központba, belünk valahova kajálni, de itt ezzel a képsorokkal akkor lezárom ezt a mai videót, úgyhogy rövidesen jelentkezek egy következővel. Ugye már amiket ígértem nektek, azokat is szép lassan láthatjátok majd a csatornán, úgyhogy kövessetek nyugodtan. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, ha nem, akkor nem, az is mindegy. A videók ettől függetlenül készülnek nektek, úgyhogy lehetek jók, sziasztok! That it's your chance to be ruthless.